Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, augusztus 27-én. A hold a mai napon belép a Kígyó tartó csillagképbe. Érdekes, hogy ez a csillagkép az ekliptikán található, de nem tartozik az állatjegyekhez. Ha így lenne, akkor ez lenne a 13. hónap. Aszklépiosz összefüggésben áll ezzel a csillagképpel, mert ez a kígyó tartó férfi, ez nem más, mint Aszklépiosz, Apollónak, a nap istenének a fia. Aszklépiosz az az égi orvos és gyógyít. Mivel kígyó tartó, így van két kígyó a kezében. Az egyik mutatja gonoszságokat, a hamisságokat, a hazugságokat, a másik kígyó pedig mutatja a valóságot, a szeretetet, a megbecsülést és a gyógyulást. Ez fontos, mert Aszklépiosz, ez a kígyó tartó csillagkép, ennek van gyógyító hatása. Itt fontos, hogy észrevegyük, hogy mi vár ránk, és tudjunk dönteni. Az egyik kígyó a hazugság, a másik kígyó a valóság. Tehát elgondolkozzunk azon, kiben bízhatunk, és kiben nem. Ami még fontos a mai hold mozgásnál, hogy a hold eléri a lefele mozgó hold csomót, kétót. Itt kármikus témák vannak, és ennél a lefele mozgó holdcsomónál a múltról van szó. Lehet, hogy ez a leckénk, ezt kell megtanulnunk, hogy ne bízzunk mindenkiben. De az is lehetséges, hogy senkiben sem bízunk, és itt meg kell tanulnunk, hogy vannak becsületes emberek is, hála Istennek. A mai napon még mindig megvan ez a Mars-Saturnusz kapcsolat, egy kvadrát aspektus. Kihívások, nehézségek, ezen át kell tenni magunkat. Vagy meg kell, hogy védjük magunkat. De van egy jó hír is, a mai napon a Vénusz bolygó és egy visszatekintő Neptun bolygó egy trigon kapcsolatban áll. Ez kihat a szerelmi élet területére és szerencsét hoz. Mutatja az álmainkat, de ebben kell, hogy higgyünk. A következő napokban lesz egy kapcsolat Merkúr bolygó és egy visszatekintő Jupiter bolygó között. Ez kellemes, ez jó. Ez által, a kapcsolat által jön egy jó hír, vagy megvannak a lehetőségeink, hogy jó kapcsolatokat kialakítsunk, vagy kereskedelmi kapcsolatokat. Kihat az igazságra is, vagy egy bírósági ügyre. A következő napokban lesz egy Vénusz és egy visszatekintő Jupiter bolygó kapcsolat egy úgynevezett opozíción. Ezek szemben állnak, és ez tükröződik. Valami tükröződik a párkapcsolatra. A Jupiter bolygó hatásánál lehet egy jó lehetőség valamit javítani a párkapcsolaton, vagy az is lehet, hogy igazságról van szó, a múltban talán igazságtalanságról, és valaki visszatér, bocsánatot kér emiatt. Ennél az opozíciónál bele kell nézni ebbe a tükörbe, észrevenni ezeket a lehetőségeket. A másik, amit ez az opozíción mutat, mint egy mérleg, kell a belső egyensúly. De ez nem a mai napra vonatkozik, hanem közeledik, és a következő napokban lesz érezhető. Ez volt a felvételem Mizós augusztus 27-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!